Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a nevem Tamás Zsolt. Arról már rengeteget beszélt a szakma, és sokat hadováltam én is, hogy az elektromos rollereknek a népszerűsége évről évre töretlenül növekszik. Nem véletlen, hiszen ezekkel a kétkerekűekkel gyorsan és környezetkímélő módon tudunk eljutni A-ból B pontba, akár olyan helyekre is, amelyekre motorral vagy éppen autóval nem lehetne. Igen ám, de erre a szegmensre bizony ráférne most már a szabályozás, hiszen rengeteg úton heverő roller találunk, és hát ráadásul a rolleresek sem közlekednek mindig körültekintően, sem a járókelőkre nézve, sem pedig a közúton közlekedőkre nézve. És ráadásul most már egyre újabb és újabb példányok látnak napvilágot komolyabbnál komolyabb teljesítménnyel, erre pedig jó példa a mellettem található Kori E-Scooter X10 Offroad, ami nem csak nagy teljesítményre képes, nem csak komoly lengéscsillapítással rendelkezik, hanem bizony nagyon gyorsan képes haladni, ráadásul, ahogy a nevében is benne van, nem csak aszfalton, hanem akár terepen is használható. Ez a roller pedig már olyan élményt tud garantálni, hogy az ember kétszer is átgondolja, hogy mégis mikor fog rápattanni, hol fog vele közlekedni, és mennyire kíséri figyelemmel a többieket, mert bizony ez az e-scooter, ez már nagyon komoly, ez már nagy adrenalinlöketet képes adni, és ez már olyan, ami hát persze nem is filléres mulatság. Nyilván, amikor a dobozból kivesszük ezt a 30 kg-os rollert, akkor még egy kicsit szétszerelve érkezik, össze kell kapcsolni, egymáshoz kell rögzíteni a kormányrudat, illetve a kormány magát, de néhány csavarral és néhány perc alatt ez abszolút megoldható, szóval még a kicsit ügyetlenebb kezűek is szerintem pár perc alatt végeznek vele. Ha ránézzünk erre a tekintét parancsoló robusztus rollerre, akkor láthatjuk, hogy ez nem kis apróság. Egy Xiaomi Scooter Electric Pro 2-höz képest hatalmas böszmen a jószág. Hát nyilván, amit mondtam, 30 kg, ezt már nem fogjuk csak úgy emelgetni, ez már nem olyan, amit csak olyan könnyen beteszünk a csomagtartóba, ehhez már azért kell derék, illetve izmok is, úgyhogy sportolok, kondizok, azért én is megszenvedtem, mire a csomagtartóba beraktam ezt a rollert. De azért látszik, hogy most már ezek a rollerek inkább a magasabb típusú embereknek is nagyon jól használhatóak, hiszen 120, illetve 200 cm közötti magassághoz is javallott a használata, ráadásul a teherbírása is 120 kg, szóval nem csak a hóri-hor, hanem a kicsit nagyobb darab emberek is bátran tudják használni. Fölülről lefelé haladva az érdekességek. Nyilván a fogása ezeknek a kormányon lévő kis gumis részeknek nagyon jó. Stabilan alátámasztják egyébként a csuklót, tehát nyilván kényelmes használni, nem is csúszkál rajta az ujjunk, és dupla fékkel rendelkezik, elől és hátul is tárcsafék, ráadásul dupla betétes megoldás, elől és hátul is, nyilván meg is kell állítani egy ilyen tempósan haladó rollert valahogy. Néhány gombot is felfedezhetünk, bal oldalon például a menüváltót, vagy éppen a bekapcsoló gombot, ugye ezzel lehet a sebességet is változtatni, van gyalogos üzemmód, normál, illetve sebesség is. A sebességnél pedig akár 40 km/h-t is elérhetünk, még én alattam is megy ennyit, pedig én 90 pár kilogram vagyok, de olyan gyorsan felgyorsul, akár 35-40-re, hogy elképesztő, meg is mutatom, hogy milyen gyors. Na lássuk a gyorsulást, és meglököm magam, már pörög is, 20, 25, 30, 33, 36, 38, 40. Hát azért jól látszik, hogy itt ügyeskedni kell tényleg, és én azért szoktam motorozgatni, de ennél a rollernél komolyan egy picit féltem, amikor ilyen kiskeréken kell menni, de utána hozzászokik az ember és elkezdi élvezni. Középen van egy kijelző, ahol láthatjuk a töltöttségi szintet, itt kell egy kicsit megállnom egy pillanatra, hiszen a Korival beszélgettem, hogy már a Kori Cool Plus vagy Plusnál, amikor teszteltem, ott se volt alkalmazás, és azért egy rollernél nem rossz, hogyha van applikáció, lássuk a töltöttségi szintet pontosan, a hatótávolságot, vagy éppen akár a rollernek valamennyire a helyzetét, esetleg le is tudjuk zárni Bluetooth-on keresztül, mint a Xiaomi rollereket. Azt mondta viszont a Kori, hogy valóban ez a jövőben kifejlesztésre kerül majd, de inkább most arra koncentráltak, hogy egy olyan roller dobjanak piacra, ami minden szempontból szinte hibátlan és élmény garantáló. Ez valamennyire így is van, egy-két apróságot leszámítva, amiről majd szót fogok ejteni, de azért az alkalmazás hiányzik, ilyen kis ledes csíkok jelzik a töltöttségi szintet, szóval nagyjából lehet kikalkulálni. Láthatjuk ezen kívül még az üzemmódot is, illetve a sebességünket, plusz ugye a gombnak a segítségével az elől lévő 3 wattos meglehetősen jól világító ledes lámpát is bekapcsolhatjuk. Nem csak elől, hanem hátul is van ilyen, plusz ugye a rolleren körbe elég sok helyen van fényvisszaverő, hogy azért nyilván észrevegyenek minket a sötétben. Jobb oldalon van az a kar, amivel a sebesség
sebességet tudjuk szabályozni, hogyha pedig egy állandó pozícióban tartjuk mondjuk egy 5 másodpercig, akkor bekapcsol a tempomat, szóval onnantól kezdve nekünk legalább ezt nem kell tartanunk, de ilyenkor mindenképpen fokozottan figyeljünk arra, hogyha valami történik, akkor bizony meg tudjunk állni. Van még egy ilyen kis akasztó is a kormánynak a tetején, hogy ha esetleg egy ilyen eszközzel mennénk bevásárolni, akkor oda fel tudjuk helyezni a csomagokat, vagy esetleg a hátizsákunkat, hát nyilván ez a stabilitását valamennyire csökkenteni fogja a rollernek. Hosszú kormányrúd, az alján pedig egy ilyen kis billenő, amit le kell hajtani ahhoz, hogy össze tudjuk csukni a rollert, néhány másodperc alatt ez meg tud történni, hátul a sárvédő felső részébe kell belecsatlakoztatni. Lényegében ezt a kallantyút, amit ugye az előbb mondtam, hogy akár bevásárláshoz is használható, de a fő funkciója természetesen az, hogy oda belecsatlakozzon a rollernek a felső része, utána pedig lehet vinni, hát persze, amit mondtam, 30 kg, szóval nem lesz könnyű feladat. Egyébként IPX4 védettséggel rendelkezik a roller, ez még nem jelenti azt, hogy vízálló, ám hogyha esetleg egy kis eső elkap minket, akkor még nem kell félni attól, hogy baj lesz, ráadásul, hogyha egy kicsit salasabb környezetben használjuk, akkor is az akkumulátort jól beburkolták, szóval remélhetőleg akkor nem esik majd bántódása a rollernek. 11 colos kerekeken gurul ez a roller terepgumikon, szóval azért jól tartja az utat, hogyha valamilyen ilyen valóban saras vagy éppen füves úton megyünk, akkor is szépen tudunk vele haladni. A belső pedig megerősített, szóval elvileg defekttűrőbb, mint az általános társai. A bal oldalon van még egy standard, hogyha pedig megnézzük a talpazatot, ami 215 mm széles és jól rá lehet állni, akkor egyrésztről itt van két kis csavar, aminek a segítségével ki tudjuk venni az akkumulátort és cserélni is, hogy bármikor tovább haladjunk. A másik dolog, amit pedig mindenképpen tudni kell, hogy 185 mm a hasmagassága a rollernek, persze, hogyha ráállunk, és nyilván a lengéscsillapítók dolgoznak, akkor ennél kevesebb lesz. És ha már lengéscsillapító, az egyik legfontosabb pontja ennek a rollernek, hogy elől egy, hátul pedig dupla rugós rendszerrel rendelkezik, és a vágóképeken is látszik, hogy mennyire jól dolgozik ez. Fontos volt ehhez mindenképpen az a kialakítás, hogy egybe öntött az egész alja ennek a rollernek, szóval nem az van, hogy nyeklik-nyaklik ide-oda, hanem valóban stabilan áll a helyén, és a lengéscsillapítás pedig olyan kényelmet, olyan magabiztosságot sugal nem csak a vezetőnek, hanem a rollernek is, hogy elképesztő, tényleg látszik, hogy milyen jó a fékrendszer, és mennyire jó a lengéscsillapítás is. A fékkel kapcsolatban viszont annyit mindenképpen kritizálni kell, hogy ne csak a pozitívumokat mondjam, hogy nagyon rossz minőségű tárcsákat használ a Kori, és ez már a plusznál is így volt, a Cool plusznál, de itt is ugyanez a helyzet, nagyon sokszor nyikorog, amikor fékezünk, általában egyébként elől, de hát próbáljuk meg inkább a hátsót használni, hiszen az biztonságosabb. Hátul pedig van még egy sárvédőnk is, amit mindenképpen ki kell emelni, valamint ne felejtsük el a ledes lámpát is, ami ugye segít abban, hogy észrevegyenek, hogyha valaki hátulról közeledik hozzánk. Na de akkor beszéljünk a rollernek a teljesítményéről. 1200 wattos dupla motor hajtja, tényleg nagyon erős, és ha sportmódba rakjuk, akkor bizony nem kell meglökni magunkat, hanem már ennek a kis gázkarnak az elbillentésével azonnal kapar a kerék. Figyeljünk, hogyha valaki ilyet vásárol, mert nagyon ki tud csúszni a kezünkből, és nagyon el tud indulni az a roller. Elképesztő már az a teljesítmény, nem véletlen, hogy ez már nem is a normál elektromos roller kategóriába tartozik. Itt már azért nem árt mondjuk egy bukós isak és némi védőfelszerelés, mert nagy a teljesítménye. Az akkumulátor pedig elég tartósnak ígérkezik. A Korinál azt mondták, hogy LG-vel vagy nagyobb népszerűbb márkákkal dolgoznak együtt, szóval nem kell félni attól, hogy hamar degradálódni fog. Az ígért hatótáv pedig nagyjából 70 és 100 km között alakul. Hát én ahogy néztem most ebben a még mindig hűvös, de már melegedő időben, azért a reális inkább 50-60 km, függően attól, hogy milyen sebességet választunk, milyen domborzati viszonyok között közlekedünk, illetve hogy tényleg mennyire használjuk a roller terepen, mert nyilván ezek mindesetleg változtathatják, befolyásolhatják a hatótávot, de nekem nem mondja senki, hogy a 40-50-60 km ne lenne elég, utána pedig nagyjából 9-10 óra alatt lehet feltölteni az akkumulátort. A teljesítménye pedig nem csak számokban nagy ennek a rollernek, hanem lényegében én próbáltam ilyen általános emelkedőn menni, hogy a vágóképeken is látszik, és úgy fölment, hogy meg se kottyan neki, észre sem vette, hogy most már nem síkterepen közlekedek. Hát az, hogy ilyen füves, dimbes, dombos, kicsit hepehúpás részen is kipróbáltam, és bőven volt elég nafta. Szerintem az a 40 km/h, amiben maximalizálva van ennek a rollernek a sebessége, még sokkal nagyobb is lehetne a teljesítménye alapján. Ugye nagyon érdekes kérdés, hogy kinek van szüksége egy ilyen rollerre? Ki fog ilyen kiskerékkel terepen közlekedni? Hát most ez egy új szakma.
Ez egy új lehetőség, egy új adrenalin löket, amit az ember megkaphat. Persze a rollernek a több mint 500 000 forintos ára azért mutatja, hogy ez nem az a filléres mulatság, de most már azért egy normál elektromos roller is több mint 300 000 forintba kerül, szóval az 500 000 forint bár nem kevés, és ennyiért már autót vagy akár motort is lehet kapni, meg normál elektromos biciklit is, ez egy teljesen más szegmens lesz innentől kezdve a tereprollerezés, és biztosan meg fogja találni azokat a felhasználókat, akik mondjuk erre vágynak, akik mondjuk egy ilyen kétkerekűvel szeretnének csapatni valahol, olyan környezetben, ahol nincsenek emberek, ahol nem zavarnak senkit, de ettől függetlenül nyilván normál utakon is jól használható. A Kori e-scooter X10 offroad tehát egy különleges roller. Érdemes egy ilyet is kipróbálni, érdemes egy ilyenről is beszélni, és érdemes egy ilyen rollerről is mindenképpen tudni, hogy van. Meg lehet venni, meg lehet vásárolni, ki lehet próbálni, és lehet vele csapatni rendesen. Nem hibátlan, hiszen többek között a féknyikorgást én mindenképpen kritizálnám, vagy azt, hogy még mindig nincs hozzá alkalmazás, viszont rengeteg előremutató képessége van, úgy mint az erő, a magas sebesség, a terepgumik, a dupla fékrendszer, a rendkívül erős motor, a cserélhető az akkumulátor, vagy éppen maga a kialakítás, amely nem csak a nagyobb emberek számára alkalmas, hanem akár tényleg azoknak is, akik valamilyen élményre vágynak egy elektromos rollertől. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, írjátok meg a véleményeteket erről a rollerről, hogy mit szóltok hozzá, és kövessetek a különböző közösségi oldalakon is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!